Szervusztok, sziasztok! Üdvözöl mindenkit, M3 Autópark és Concerto a kis csapata. Mutatja nektek a Kiát, méghozzá Kia Carenzt, ezt a hatalmas egyterűt. Itt ketyeg előttünk a motorja is, 140 lóerőt tud, egy 16 szelepes CRDI motor, és hallgatja Concerto is, bizony nagyon szép, kellemes, csendes hangja van, nem nyikorog benne semmi, és tökéletesen a helyén van minden, folyadékok is rendben, szép tisztaság és rend, ugye a géptető szigetelésünk is megvan, és hát csukjuk is le akkor ezt a géptetőt. Mutattam, hogy hogy kell ezt ide beakasszuk. Van Concerto, nagyon ügyes volt ott a helye neki. És nézzük is körbe akkor a járgányunk. Ugye azt látjuk, hogy ködlámpával szerelt, hatalmas fényszórók elől, alufelnikkel van az autó, teljesen jó gumikkal, vannak rajta a szőrikék, és minden így alufelnie ilyen szép. Aztán azt látjuk, hogy karosszériánk is, ugye ez a hatalmas test úgy teljesen rendben van, szép, egészséges a karosszéria. Van még ilyen tetősírünk is, tehát csomagtartókat is tudunk rászerelni. És mutatja nekem Concerto, hogy ho-ho, megtaláltuk Petit, ő ide fölült, mert ezen bizony egy levehető vonóhorog is van ezen az autón, és ez is nagyon hasznos extrája, nagyon köszönjük neki. Aztán nézzünk be a csomagtartóba. Óriási csomagtartó, egész hosszúkás, és bizony azt szedeztük föl, hogy ebbe több rekesz is van. Ide is tudunk csomagokat pakolni, és itt pedig megtalálhatjuk a dobozkánkba mindenféle tartozékokat, hát még mellény is van hozzá, minden benne hagytak, hóláncunk is van, és itt az emelőkészletünk. Úgyhogy minden rendben van. A pótkereket azt itt ne keressétek, mert azért ilyen nagy és hatalmas rekeszekkel van, mert azt alulra szerelték, ezzel a kis csavarral tudjuk kitekerni alul, hogyha nagyon szükséges, akkor itt a vonóhorog alatt találjuk meg, és úgy tudjuk igénybe venni, tehát ne legyen ilyen gondunk. Itt van egy kis nyitókája, azt úgy azáltal lehúzzuk neki ezt a csomagtartót, és nézzük is tovább. Így néz ki a jobb oldala. Kerekek itt is szépek. Karosszéria is rendben, mindenhol. Mutatom nektek akkor hátul az üléseket. Azt mondja, hogy ugye elektromos ablakok, hatalmas hangszórók, megvan neki még a gumiszőnyeg is benne. És így néznek ki az üléskéi, ugye itt kényelmesen utazgathatunk benne. Vannak légzsákok is, ahol, akik mindenhol vigyáznak ránk. És alig hallani, hogy ketyeg ez a motor. Pedig még mindig jár. Nézzük, Concerto mutatja nekünk az autó elejét is. Na, sokkal izgalmasabb dolgok lesznek. Ugye itt fölül is találunk kis hangszórót, látjuk, hogy kikapcsolható a légzsák benne. Van kis ruhaakasztó. Így van, tehát nagyon hasznos extrákat találtak, ilyen kis apróságokat ki. Az ülésünk is ilyen kettébe szelt betétes, mert teljesen jó állapotban van, vezető oldalink is. A kormányunk az egy bőrkormány, és tempomatot fedeztünk föl benne, tehát itt tudunk benne tempomattal utazni. Ez is egy nagyon hasznos extrája. Ugye 150 ezer kilométert futott az autónk, ugye teljesen hibakódmentes, és üzemanyagunk is még bőséggel van benne. A tempomatot valaki be is kapcsolta, biztos a fiúk közül valaki, az világított zölden. A klímaberendezésünk az jéghideg klíma, és ezzel az AC gombocskával tudjuk azonnal kapcsolni, és már mutatja is itt digitálisan, hogy 29 fok van kint, és ő bizony most teszi a dolgát. A rádió fejegységünk is ebbe a konzolba így beilleszkedik, mutat fölül még egy órát is, és a kijelzője a rádiónak ez itt középen van, és ott mutatja, hogy épp melyik csatornán járunk. No, hát a kesztyűtartóban nem néztünk még be. Hoho, itt van Feri, nagyon köszönjük neki az információkat, megtalálta nekünk ebbe a kis zsákba a szervizkönyvét. Sőt, még van hozzá műszaki vizsgalapunk is, ugye nemrég járt műszaki vizsgán, 136 ezer kilométernél. 2010-es évben adtuk, Carenzről beszélünk egyébként, tehát egészen az utolsó darabokból jött ő már. És végig ebbe a szervizbe járt, végig szervizelgették egyébként, tehát mindene
lett neki cserélgetve. Rendesen. No. A kulcsait nem mutattam még, meg hogy hogy indul, de rögtön megnézzük azt is. Két darab távirányító és kettő darab nyári kulcsocska van hozzá, és megmutatom nektek, hogyha leállítjuk, akkor miként indulhat el ez a 140 lóerős nyomatékos motor, és ezzel a Karenz nevű csatahajónkkal, amit a Kia gyártott, ezzel szágulthatunk messzebb-hosszabb utakra is. De most kapott friss műszaki vizsgát is, és még amiket tud, ugye az elektromos ablakok, ott nyitjuk a tankajtót, állíthatjuk az ülés magasságunkat, és ami még érdekes dolog benne, hogy a kézifékünk az nem is kézifék, hanem lábfék, itt kell benyomnunk ezt a pedálkát, és ezzel tudjuk kiengedni. Mintha csak Amerikában lennék, ott nagyon jellemző ezek a ilyen jellegű kézifékes megoldások, hogy lábfékesek lettek egyben. Ott van a menet stabilizátorunk, fényszóró magasságállítás, fűthető benne a szélvédő, nyilván csak az alsó része, meg a felső, tehát nem a teljes, de viszont ez is nagyon hasznos extra tud lenni télen, és szépen dallamosan ketyeg neki ez a visszajelző, hogy itt bizony a kulcsot benne ne hagyjuk. Nagyon hasznos, hogy a tempomat látjátok indításkor ugyanúgy bekapcsolva marad. Tehát ha megállunk tankolni az autópályán, akkor nem kell vele molyolni, hogy újra kapcsoljuk a tempomatot. Ez egy nagyon hasznos extra, nem minden típusban van így egyébként. És nagyon szép egyébként telül a műszerfal is, a rádiónk is teljesen jól szól benne, meghallgattuk. Úgyhogy aztán lehet benne zenélgetnünk. 6 sebességes a váltónk, tehát már ezt egész jól elosztották, ezt a teljesítményt, ezáltal még takarékosabban és még dinamikusabban mehetünk vele. Pohártartókat találunk még itt, és hamutartót, de nem dohányoztak az autóban, mert azt én egyből érezném. És még van ilyenünk is, hogy ilyen lenyitható napszemüveg tartó, ez is teljesen jól működik, tehát nincs eltörve neki, mint gyakori hibája egyébként, hogy ez könnyen eltörik. Nos, nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyen lelkesen követtek minket, és mindig mutatunk nektek autókat. Jön a következő is hamarosan. És legyetek velünk mindig továbbra is, nagyon-nagyon köszönöm még egyszer az egész csapat nevében. Szervusztok, sziasztok!